Sziasztok, kedves gyerekek! Ez az Iciri Piciri. A mai műsorban a Szivárvány Óda narancscsoportos kisgyermekeit láthatjátok. A műsort még nyár elején rögzítettük, itt találkozhattok olyan kisgyermekekkel, akik azóta már iskolások. A csoport egy kedves mesével készült, ez pedig a mindenki által ismert kedves történet, a kiskakas gyémánt félkrajcárja. Érdemes figyelnetek, mert a műsor végén heti játékunk kérdése ehhez az összeállításhoz fog kapcsolódni. Yeah.
munkát. Mitől hajtasz török szintán? Kemencébe, dobba, gyorsan, tűzben, lángban, égjen, tolla. Eresz ki, petyem, a sok vizet, ha tolts el a tüzet. Eresz ki, petyem, a sok vizet, ha tolts el a tüzet. Eresz ki, petyem, a sok vizet, ha tolts el a tüzet. A porásból percek alatt, csak a vizes hamu maradt. Biztosan kiszárnak keményen. Most sétált a kerítésen, hangos szóval kiabált a turuk szultán ablakába. Kukuriku, török szultán, szétjett magad, kaszt a focca, szekély jusson. Kukuriku, milyen szétjett, hogy a szegény meghal éhen. Te meg hízol, vasad dagad, török szultán, szégyen magad. Turuk szultán, júj, de bédes, oda szól a nagy az élet. Gyere ide, kicsi szolgám, van számodra egy kis munkám. Mitől hajtasz török szultán? Nem égette meg a parát, csípje össze hát a darab. Mi vagyunk a méhek, jól megcsípünk téged! Mi vagyunk a méhek, jól megcsípünk téged! Szívfel tegyem a sok tarást, szívfel tegyem a sok tarást, szívfel tegyem a sok tarást, szívfel tegyem a sok tarást. Kis kakas a kistárban nyelni kezdte egyre másra, nyelte a sok tarasat, üres legyen megdagadt. Aztán kiszállt nagy kevélyen, ott sétált a kerítésen, hangos szóval kiabált a török szultán ablakában. Kukuriku, török szultán, szégyek magad, kaszt a kocsa, szekély üssek. Kukuriku, milyen szégyen, hogy a szekény meghal éhen. Kízol, hasad, dagad, török szultán, szégyen magad. Török szultán, júj, de mérges, oda. Maga megy a kerítésen, úgy felpattak, mind a labda, a kakacskát nyakon kapta, beledütt a haragjába, bugyössze a nadrágjába. És kakas a nadrágszarba jó hangosan kiabálta. Eresz ki, petyem a sok tarást, török szultán jó falat. Eresz ki, petyem a sok tarást, török szultán jó falat. Eresz ki, petyem a sok tarást. Eresz ki, fejtem a sok teret, török szultán jó fala. Csak kívjétek, csak halljátok, egy seppet se sajnáljátok. Mi vagyunk a méhek, jól megcsípünk téged. Csak a darazsat csípjék martát. Asszony már leste várta, rá kiállt a kakas
a három megtanulta, kakirgálni fontos munka. És mondogatják minden reggel, akkor heti játékunkkal folytatjuk most műsorunkat. Mai kérdésünk, milyen állatokat eresztett a kiskakas a török császár bugyogójába? Válaszaitokat az Iciri-Piciri Facebook oldalára várjuk jövő csütörtök reggel 9 óráig. Most pedig kisorsoljuk, hogy ki az a szerencsés, aki a héten megnyerte a Kossuth utcai Göcjáték és Bababolt ajándékát. Nyertesünk László Szabó Bence, 3 éves kisfiú. Gratulálunk! Kedves gyerekek, ez volt mára az Iciri-Piciri, jövő héten a Tókerti óvoda Ibolya csoportjába és a Szivárvány Ovi Lila csoportjába látogatunk majd el. Tartsatok velünk egy hét múlva is, sziasztok!